Ja. És még nem jelent meg a hajó, mert ha megjelenik, akkor lehet, hogy még drágább lesz. 157 dollár lesz. Ja, sima. Vége. Jó jártunk, vigyok. Igen, mert rengeteg sok potenciál van benne, mert igazából önvédelme is elég sok van. Elég durva. És még ugye Alien hajó, tehát még a Alien adó is rájön. Ja, igen. Nem is látszik majd csinálom a felvételt, jó? 100%-os fizikai abszorbos pajzsok vannak az Alien hajóknak. Az is elég durva, nagy előny lesz. Legenda újra születik. Szerintem jobban jársz, hogyha lenémítasz minket, miközben csinálod a videódat. Hát nem szeretném. Védjátok ki azt a 15 percet, hogy ennyi, amely körül járom. Hát végül is nem hosszú, mert csak itt van középen hajó kiállítva, meg lent a talon van kiállítva, a két talon van kiállítva, két új hajó, ami jövő hónapban. Hát igen. Nem mutatják meg, milyen a banu meg ilyenek. Piciben. Hát pedig jobban örültem volna neki, hogyha lett volna. Most kétszer kirakták szinte ugyanazt a hajót, az annyira nem szabadó. A Vesper ilyen madár alakú hajókat gyert? Hát igen. Ez egy lényeglátó kérdés volt. Igen. Szerintem ezek csúnyák amúgy. Egész jól néznek ki ezeket a... Figyelj, hozzád képest minden szem. Takarék léver a szép. Mint ez most itt becsukott állapotban van. Elméletileg, hogyha felszáll, meg izéjózi, akkor jobban fog kinézni. Meg ennek a pilóta fülkéles a specialitása. Visszarakotta ez a játék? Milyen? Igen. Na látom itt, hogy 65 méterre jó. Na ezeket tudod, bármit kibérelsz, azt ezeket le tudod hívni, két napig megvan ez a hajó. Mi a másik még, ami van? Nyemelette feljebb. Itt nincs. Ja, nem néztem most hirtelen melyik volt. Éghalva van még bent. Nox, kiren... rendelem. Húsz kell. Popler. Ja, az lejjebb van egy szinten, nem feljebb. Irántelek hárma. Nézőpont kérdés, ha csak egyet tudsz rendelni. És hála. Hiába rendelnék, lenni kell hármat, egyszerre megy az idejük. Ja. Elvileg utolsó nap a Expo december 2-án lesz a izé. A rend nap, lehet, hogy berakják mindent a konzolokba, hogy mindent kibírod bérelni még. Jövök már metróval. Jajjó. Milyen király lenne, kicsit fel lehetne emelni a hajót. A piros széhajót ki lehet bérelni? Mindent ki lehet bérelni, ami itt van. Erre azt kérdez, hogy bent van, nem áll. Mi van bent? Ez a... mi a neve? Hartó, azt hiszem. Ja, persze ki lehet bérelni. Erre kíváncsi vagyok. Nézd meg nyugodtan, arra van az a nap. Ott van pont a kartuál, és most, hogy kijöttem a problémából. Neki én is szeretem ezt az átalakulós. Hát itt még mindig a Manu Defender a top. Jé, ja. Ja, a Manu az jó lett. Remélem majd ezt a vonalat követi majd a izé is. Emlékszem, mikor Kartuállal versenyeztem a... ebben... Hát versenyhozba. Az amúgy jó volt minden ilyen bugyanúgy. A szadján, gyorsul. De bazd meg a alagúton átmenni rajta. Nem volt egyszerű?
ilyen. Fordulni 90 fokkal, hogy átférjen. Ez a hajó nem tetszik nekem. Ez a glávi. Ez nem jön be. Ez is egy régi modell. Nem dolgozták újra. Ja. Probler ugye ma új tervezés. A Blade azt tetszett mindig, annak úgy jó a formája. De a Blade-et is van, hogy újra tervezték. Ja, akkor én még nem voltam itt. Úgymondva én még azt nem ismertem. A kartúval az jó volt, az tetszett mindig. Na még lemegyek, megnézem a hologramokat. Egy picit szomorú vagyok, hogy a szintét nem rakták be. Mit csinál? Az a hajó neve, hogy szinte. Az olyan, mint a Glabie, csak fél Cityk. Oldalas. Cityk. Micsoda? Cityk. Aha, oké. Én azt valamikor kaptam izébe, Lonerbe. Ja, nekem is a szem volt. Még a Defender ér. Itt a gyakorlók. Majd Drake Hedal. Itt vannak. Ja, akkor a Drake. Ja, tényleg hát a Drake-nak volt tegnap. Persze, hát azok a Defender-jövőjelen. Bérlek egy Drake Hedal-os. Legcsesznyi. Terpillár bérelt ki, és amíg lehet, csinálj vele hasznot. Jaj. Kell segítség, mert nem értek ez a céhez. Ahhoz. Ezért kell, vésztet kell szállítani A-ból B-be, és mennyi 30-40 ezer kör, 30-40 ezer profit egy kör. Gyémántal kereskedsz meg 50-60 ezer. Jó, de annyit meg nem tud vásárolni bele, nem? Van egy millió kör. Minél több kört megy, annál több a vásárlási lehetősége. Meg most elméletileg van annyia. Ez tényleg ilyen, mint egy madár ez a Shrike. Igen, egy szarú madár. Igen. Szarul a madár. A rockot azt hol lehet megvenni? Lefskintem. Jó mondom? Azt kibérdek egy Cutlass Black-et. Én Lefskin nem láttam, de... Lehet, hogy nem ott, csak rámondtam. Azért mondom, hogy mondjátok, hol lehet akkor. Lorville-en a nyugdíjbe, és 172 ezer. Na, akkor ott van. Hörstorra kell menni. Úgyhogy nem mondtam előbb, azaz mondtam, csak ki volt kapcsolódva a mikrofonom. Lehet nem ösztettünk sokat. Ó, itt látok egy tutyát. Mármint a markerjét nem látom, de fölismerem. Hát tudom, hogy ő az. Itt álltam előtted. Hosszú haj, meg ezért rokkos vagy? Dobj egy invite-ot. Az aranyloknik. Elvileg van. Hát azért majd nyitok egy levelet nekik szupportom, hogy szívem egy kicsikét boldogtalanra váltott, amikor nem láttam a Merchant Marrow semmit. Hát nem tudom, ebből mit béreljek ki bajnod. És én mit mondjak a húl célről? Miért? Azt meg láttuk. Dragonfly-ben a sárga meg a fekete között mi a különbség? Semmi. A szín. Színe. De hát ő a színvak nem látjátok mindig. Na jó.